Sziasztok, Felem vagyok. És mostanában sokan kértétek, hogy rakjak fel visszajelzéseket, ilyen átlagosabb visszajelzéseket magamról is, illetve hát az én játékomról. Úgyhogy mivel mostanában elég sok olyan visszajelzés volt, amit nem én csináltam, ma fel fogok rakni, ha minden jól megy, akkor ha 2-t, 3-at, 4-et, nem tudom még mennyi fog összejönni az én visszajelzéseim közül. Lesznek köztük olyanok, mint ez, ami inkább ilyen tanító jellegű, illetve lesz majd olyan, amikor tényleg nagy küzdelem árán hozom ki a győzelmet. Meglátjuk majd. Ezúttal viszont egy Hellcatet fogjuk megnézni, ugye ha követték a csatornámat, akkor azt mondjuk tudjátok, hogy ő a kedvenc tankom. Gyakorlatilag a kis alattomos. Nagyon-nagyon szeretem. És azért nagyon szeretem ezt a tankot, mert ez egy nagyon mobil tank, tehát ott lehettek vele, ahol csak kell. És ugye ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy ha követitek a Redditet, a Wotthanger is Redditet, akkor ott leírtam párszor, hogy szerintem egy jó játékos attól jó játékos, hogy jó helyen van, jó időben, jó pozícionál elsősorban. Jó méri fel a helyzetet, és a Hellcatten nagyon jól lehet reagálni a helyzet változásaira, hiszen akármikor oda tudok érni bárhova, 6-7-8. Szinten is nagyon jól működik az ágyúja. Páncélja ugyan nincs, ezeket fizetni a mobilitásáért, de igazából nem is kell, mert ha jól csináljátok, akkor nem sebződtök. Itt majd meglátjátok, hogy azt is, hogyha hibáztok a Hellcatten, annak nagyon komoly ára van, de még, tehát amíg a Hellcatnek egy HP-ja van, egyetlen egy élete, addig és van ágyúja, addig még mindig veszélyes. Úgyhogy lássuk is, a pálya az Fjords, és hát a csapat, ez egy 7-es szintű meccs, és hát úgy tűnik, hogy a csapatok nagyjából talán egy kicsit a mi irányunkba dőlnek el, egyszerűen azért, mert több a viszonylag jó játékos, igaz, csak a csapat alsó felében. Úgyhogy ez tipikus az a meccs, amikor az embernek az oda kell tennie magát, hogy mindenképpen mi jöjjünk ki győztesen. Az NFL-nél van egy-két sárga játékos, tudom, hogy sokaknak nem tetszik az, hogy én így a statok alapján mérem fel az embereket, az igazság, hogy 95%-ban ez működik. Tehát természetesen van, amikor egy rosszabb játékos is jól szerepel, és van, amikor egy jó játékos is rosszul, de a legtöbb esetben azért nagyon be lehet lőni a csata esélyeit, illetve hogy mit kell csinálni az alapján, hogy mit mutat az XP-en. Na nézzük csak, először is kinézek balra, nézzetek csak meg egy pillanatot, tehát ahova én megyek, az a pálya közepe. Szeretnék kinézni oda jobbra, meg is mutatom az egérrel, tehát ide szeretnék kinézni erre az útra, ami megy föl, ott a város mellett föl a dombra, oda ki a J, illetve K 3-as, 4-es szektorba. Az ellenfél gyakran egyszerűen hosszú tömött sorokban menetel ott fölfelé, én megint elövöldöztetem a hátukat. Az egyetlen veszély, ami velem leselkedik ilyenkor, az, hogy egy gyors tank itt középen, itt valahol, itt bejön. És ezért tartom most abba az irányba az ágyumat, mert tapasztalat azt mutatja, hogy ha ott jön egy kicsi tank, a Hellcat nagyon lassan tudja mozgatni a tornyát. És ezért jó, hogyha már most arra nézek, hogyha esetleg meglátom, akkor azonnal célozhatok és tüzelhetek. Tehát ez csak ilyen biztonsági intézkedés a részemről, hosszú tapasztalat, hosszú évek tapasztalata persze mondhatnám, de nem igazából hosszú hónapok tapasztalata. Beállok a bokor mögé, fedezőkbe, bekapcsolom a periszkópomat, és várok, és majd csak figyeljetek, itt nagyon komoly hibákat fogok elkövetni az elején a meccsnek, amiket később aztán majd kijavítok. Érdemes nézni, ezt ne tegyétek utána. Meglátom, ott van az IS, meg az IRL, és túl erőszakos akarok lenni, és bemegyek a bokorba, sőt kimegyek a bokorból, és akkor veszem észre, hogy ott egy M4A3L2, akire rálövök, és azonnal fel is fedez. Na most, sose szabad hagyni azt, hogy szemtől szembe harcoljunk egy tankkal, és itt most először megvárok még egy lövést, és most kapok még egyet, és ez leveszi a lánctalpam. Tehát már is sebződtem. Többet, mint amennyire szükség lett volna. Ha csak állok ott a bokorban, akkor simán úgy lőhetem a jumbót, hogy nem kapok vissza semmit. Na most... itt most szerencsére már nem lát, úgyhogy a bokorból most kaphat még egyet tőlem. Oda lövök. És közben megint látnak, és nézzétek csak el balra, ránézzük a minimapre, és látom, hogy hátra mögött egy KV1-es, és álljon csak meg itt egy pillanatra. Próbálok hátrafele menni, azért, hogy azt a sziklát, ami ott van mögöttem, tehát ugye ezt, közém és a KV1-es közé hozzam, és reménykedek benne, hogy talán mozgás közben nem fog tudni eltalálni, miközben, hogyha megáll, ugye, akkor meg talán beérek a fedezőkbe. De hát sajnos nem így történik, és kapok egy lövést, ami akár is pusztíthatott volna majdnem. És maradt 73 HP-m, na most, ugye ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag semmi életem nem maradt, és a csata még csak 1-1. De majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyi sebzés sikerül kiosztanom így is. Szerencsére ott egy tártéjárműsz, aki legfoglalja egy kicsit a KV1-est. Fölteszem oda a célkeresztet, látom, hogy nem rám néz a KV1-es, úgyhogy szépen hátrafelé kinézek. Keresek egy pontot, és reménykedek, hogy felgyújtom, de sajnos nem történik meg. Megint visszamegyek fedezőkbe. Ez meg 2-1 az állás, az ellenség elég jól beragadhat középen.
Begyújtotta a tájpunkat, de már csak 100 élete van. Úgyhogy az nekem bőven elég, hogy megöljem. Szóval, hogy kihátrálok megint. És meghalt. Ugye látjátok, a helyeket ágyúja félelmetesen jó. De tényleg, tehát... igaziból szinte bármin átmegy oldalról. És általában még szemből is át lehet nőtni egy KV1-est. Na most, 4-2 az állás, kinézek szembe. Nem látom őket, úgyhogy szépen elindulok így hátrafele. Ezt azért teszem, hogy ha szemből rálátok valakire, akkor még mindig tudjak rálőni, illetve oldalon nem nagyon számítok semmire. Megfordulok és megpróbálok segíteni itt a lenti fiúknak az áttörésben. És... kapja az ilyes. Nem csak tőlem, rendesen kapja az áldást. Látnak, de hát ilyenkor az annyira nem számít, mert felülről nem tudnak rám lőni, oldalra meg el vannak foglalva a nagy fiúkkal. Úgyhogy megpróbálok segíteni fönt is. Eddig sebeztünk 1584-et, igaz, hogy mi az elején csúnyán lesebeztek bennünket, de ez annyira nem akadályozott meg abban, hogy sebezzek. Egyelőre a domb még mindig takarja előlem a fentieket. Viszont itt a KV1-esünk találkozott egy T29-essel. Úgyhogy neki próbálok segíteni. Remélem, hogy a KV1-es van elfoglalva, akkor általában nem néz rám. Így van. Kap egyet és visszavonulunk szépen. Hopp, T29 elpusztítva. 9-2 az állás, látom, hogy megyünk az ellenfél bázisa felé. Fölösleges mennem keppelni, ezt úgyis megoldják. Itt fönt vannak még tankok, amiket sebezhetek. Tehát az elsőszeges célom minden meccsben az, hogy minél többet sebezzek. Úgyhogy itt most ezt megpróbálom megtenni. És itt hátul nem is látnak. Abszolút. És miközben figyeljük azt, hogy hogyan lövöldözgetem szét a nehéz tankokat innen. KV3-as oldalát. Mindjárt az AMX AC-46 tetején van egy gyenge pont, amire nagyon jól lehet leülni, azt a kis radarszerű valami a tetején, azaz ott. Ez egy tökéletes célpont. Tehát addig elmondom, hogy látjátok, tehát teljesen lesebződtem az elején, elkövettem két hibát egymás után, és ennek ellenére a végén azt mondom, hogy 3500 sebzéssel fogom zárni a meccset, ami messze több, mint bárki a csapatomban. És ez egy teljesen átlagos meccs, gyakorlatilag nem fogok semmi extrém meccsen, nem fogok 10 embert lelőni, nem fogok megállítani 6 embert, amit megpróbálnak betörni a bázisomra, vagy ilyesmi, egyszerűen csak sebzek, folyamatosan sebzek. És hogyha valaki, ugye a Redditen sokan kérdezték, hogy hogyan lehet jó ratingeket, VN7-est, performance ratinget, bármit elérni ebben a játékban, hát így. Úgyhogy még hogyha nem is csináltok semmi különlegesen extrát, folyamatosan sebeztek, életben maradtok, mert amíg életben vagytok, addig tudtok sebezni. Igazából az egész erről szól. Természetesen vannak más lehetőségek is, tehát lehet scoutolni, az is egy lehetőség arra, hogy, hogy megnyerjétek a meccset. Ahogy ezt láttuk egy-két videóval ezelőtt, az AMX 1390-es videóban, semmi sebzése is meg lehet nyerni egy meccset természetesen. De a legáltalánosabb és legjobb módszer még mindig az, hogyha nem scoutokban vagyunk természetesen, hogy megöljük az ellenfelet, illetve sebezzük az ellenfelet. Ha nem is ölünk meg 10 tankot, de sebzünk több ezret, tehát most nézzétek meg, 570 életem van a Hellcat-tel, és elsebeztem 3240-et eddig. Amit aztán mindjárt gyarapítok még egy kicsit, így né. Tehát 3500 sebzés egy olyan tankkal, aminek 570 HP-ja van. És ez a titka annak, hogy hogyan lehet jó ratinget szerezni, gyakorlatilag. A trükk az, hogy életben kell maradni. Persze ez azt is mutatja talán egy kicsit, hogy most is szabad elkeseredni, tehát akkor is, hogyha a játék elején nagyon csúnyán szétbombáznak benneteket, egy-két hibát elkövettek, tehát ez előfordul, még a legjobb játékossal is előfordul, hogy hibát követel, vagy egyszerűen csak rossz helyzetbe kerül, saját hibátokon kívül is kerülhetek rossz helyzetbe, még mindig vissza lehet hozni. Amíg éltek, addig reméltek, tudjátok. És ennyi volt gyakorlatilag, ez egy átlagos meccs a Hellcat-tel, semmi különlegeset nem tettem, de hoztam a tőlem elvárható sebzést. Sziasztok!